Zúgó szél, újra bontsd ki azt a tépet zászlót. Tűz és vér, ősök vágya, ami bennünk lángol. Hungary, szól a remény hullám hosszán. Tartsd még ki, érted értünk, érted bátran meghalnánk. Tisztelt emlékező hallgatóság! Az 1956-os forradalom dicsőséges napjai óta immár 64 esztendő telt el, bőven több, mint két ember öltő. Alig maradtak közöttünk, akik személyesen megélték azokat a szenvedélyes, reményteli napokat. Fogynak a hősök, a túlélők, a megkínzottak, a bebörtönzöttek, az emigránsok. Lassan eltűnnek azok, akik autentikusan képesek lennének a későbbi nemzedékeknek mesélni. Szerencsénkre számunkra és a még fiatalabbak számára megmaradtak a hiteles és kortalan mozgóképek. Újra és újra láthatjuk a pesti utcákon hömpölygő tömeget, az optimista mosolyjal áradó tüntetőket. Feltűnő annak a fiatal nőnek a látványa, aki diadalmasan integet egy erkélyen a forradalom jelképpé magasztosult lobogójával, a lyukas zászlóval. Milyen jellegzetes és a mai fiataloknak végképp érthetetlen a sokaság egyen ruházata, a lódenkabát az elmaradhatatlan svájci sapkával. A bizakodást erősítette az egyövé tartozás élménye, a felolvasott követelések közös igazsága, az elszavalt nemzeti imádságaink mozgósító ereje mellett az a bódító érzés, a hatalom nem avatkozott közbe. A diktatúra meghátrált, akkor még senkire sem lövettek. Ráadásul a sokszorosan ellenőrzött rádió is fokozatosan elkezdett valódi híreket közölni. A világvevő rádión egy őszi alkonyon egy recsegő hang a hazáról beszélt. Apa fellejárt, a kisfiú csak állt, és hogy ne féljen, hát énekelt egy dalt. Néhány nap múlva az ország többsége joggal érezhette azt, hogy igen, győztünk, együtt megcsináltuk. Október végén a kormány bejelentette, hogy az eseményeket nemzeti demokratikus forradalomnak ismeri el. Feloszlatták a gyűlölt AVH-t, bevezetik a többpártrendszert, és lépéseket tesznek a szovjet csapatok távozása érdekében. Minden olyan gyorsan sikerült. Megvalósulni látszottak az ifjúság 16 pontjának legmerészebb követelései is. Mindez azonban nem történhetett meg fegyveres küzdelem nélkül. Már október 23-án este megszólaltak a fegyverek a rádiónál. A főváros megszálló szovjet alakulatok is tevékenyen beavatkoztak a harcokba. Csak egyedül október 25-én több száz halott maradt a tüntető tömegből a Kossuth tér macskakövein, akiket orvlövészek és a szovjet tankok fegyverei terítettek le. A téren dörögtek a valódi fegyverek, és az ablakokban kihunyt a lámpafény. A család egy délelőtt a pincébe költözött, és a kisfiú csak énekelte a dalt. Október utolsó napjaiban átmenetileg hirtelen vége szakadt a harcoknak. A főváros lakossága újongva figyelte, hogy a szovjet tankok konvojokban hagyják el lakóhelyüket. Néhány napon belül elhallgattak a fegyverek, megszűnőben voltak a sztrájkok, az élet elkezdte a megszokott módon gombolítani a fonalát. Úgy tűnt, a véráldozat nem volt hiába való. A lelkesedés, a közös cselekvés nem volt haszontalan. Ma már tudjuk, nem így történt. Sorsunk nem először és nem utoljára történelmünk folyamatában, eddigre véglegesen eldőlt a nagyhatalmak világméretű saktábláján. És még csak nem is a szuezi válság volt az oka, pedig az angolok, franciák, izraeliek mindent megtettek annak érdekében, hogy támadásukat úgy időzítsék, hogy a két szuperhatalom vélelmezhetően ne velük legyen elfoglalva. Október végén egy titkos amerikai üzenet jelezte nagy testvérünknek, hogy számukra nem vagyunk érdekszféra. Ezzel szabad kezet adtak a megtorló hordáknak, és ismét leírtak bennünket magasabb rendűnek vélt világpolitikai szempontok érdekében.
a saját hatalmi helyzetét még otthon sem tökéletesen stabilizáló új szovjet pártvezetés erőt akart mutatni. Nem kellett sokáig őket győzködni az elvtársi baráti testvérpártok vezetőinek sem. Mindenki rettegett. Mi lesz, ha a magyarok precedens teremtenek? Mi lesz, ha a berlini felkelés szétzúzása a poznani zavargás leszerelése után most lesz egy nép, amely valóban széttöri bilincseit és kiszakad a béketábor tömbjéből. És november 4-én, gondos előkészületek után a világ legnagyobb szárazföldi hadserege rátámadt Magyarországra. Hihetetlen, mennyien vállalták az immár reménytelen küzdelmet. Mennyien gondolták úgy, hogy kézi fegyverekkel és benzines palackokkal rontanak a tankoknak, és az utolsó töltényig felveszik a harcot az agresszorokkal. Az egyenlőtlen erőviszonyok hamar megtették a hatásukat. Az országra a gyász, a kiábrándultság és a megtorlás sújtott le. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Százezrek döntöttek úgy, nem hajlandók átélni még egyszer a diktatúra mindennapjait. Nem kell a nélkülözés, nem kell az öntöménező hatalom, nem kell a zsigerekbe és az idegekbe beépülő rémület, a letartóztatások, a megnyomorított életek miatt. Lábukkal szavazó honfitársaink közül szép számmal voltak tudósok, művészek és világhírű sportolók is. A Melbourne-i olimpián szerepelt sportolóink közül 48-an választották a számkivetettséget. Az aranycsapat tagjai közül Kocsis, Puskás és Cibori Spanyolországban folytatta karrierjét. Itt mindnyájan, itthon agyonhallgatottak, elfeledettek és kiátkozottak lettek az újonnan emelkedő diktatúra részéről. De nem lehetett nagyjainkat kiirtani az őket egykor látók és értékelők lelkéből. Emlékszem, édesapám hosszú évek után akkor ült le velem meccset nézni először, amikor 1981-ben Puskás Ferenc hazatért és pályára lépett a Népstadionban. Akkor 12 évesen nem teljesen értettem, miért a nagy felhajtás egy hordószerű pocakkal rendelkező, kopaszodó öreg focista körül. Akkor csak annyit érzékeltem, hogy még így is nagyon ügyes, úgy vette le a hosszú átadást, hogy a labda nem esett le, és kapásból a hálóba zúdította. Még jó 10 esztendő kellett az én nemzedékemnek, hogy legyenek hiteles, hivatalos forrásaink 1956 nagyszerűségéről, hogy ne hallgassák el előttünk az emigrációs magyar irodalom nagy egyéniségeit, hogy mi is megismerhessük Márai Sándor örökbecsű sorait a forradalom leverése után érzett óriási fájdalmáról. Nem volt egyszerű a beilleszkedés az elmenekült magyarság számára. A semmiből kellett egzisztenciát teremteniük, és ez még akkor is igaz, ha számos ország lakossága viszonyult hozzánk befogadóan és segítőkészen. Ivanics Miklós, városunk díszpolgára is, ausztriai menekült táborban kezdi új életét, majd sok-sok szerencse is kellett a tehetsége mellé ahhoz, hogy Párizsban újra felfedezzék, és kinyíljon az életpályája. Máig emlékszem egy apró történetére, amit akkor mesélt, amikor hitvesével nálunk járt egy baráti beszélgetésen. Története idején már az USA-ban élt francia feleségével és gyermekeivel. Tudod, hivatalosak voltunk egy szilveszteri társaságba, felöltöztünk, kocsiba ültünk. Az autó rádiójában állomást kerestem, és valahogy rátaláltam a Kossuth rádióra. Menet közben éjfél lett, meghallottam a magyar himnuszt. Könny szökött a szemembe, nem tudtam tovább vezetni. A feleségem nem értette igazán a megrendültségem okát. A világhírű zongoraművész, a befutott, a tehetős, elismert külhoni magyarok közé tartozott. Mégis néhány minden magyarba egyformán beleégett, ismerős taktus elég volt ahhoz, hogy kibillentse lelki egyensúlyából. Nem véletlen, hogy amikor már nem kellett bujkálva, remegve hazatérnie, akkor időskorában hazaköltözött Magyarországra. Mélységes lokálpatriotizmusát, belülről fakadó hazaszeretetét a hosszú külföldi lét sem tüntethette el.
tisztelt emlékező közösség, valamennyiünknek megvannak az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz, annak utóéletéhez köthető személyiségei, történetei, érzései. Elődeink hite, harcossága, kitartása a mai napig lelkesítő példa a számunkra. A csodálatos napoknak megvannak a mindenki számára örökérvényű, egyszerű tanulságai. Az akkori magyarok képesek voltak együtt, válvetve, ugyanazokért a célokért küzdeni. Volt nemzeti minimum. Mindenki egyetértett az egyéni szabadságjogok minden hatóságával, a függetlenség axiómájával. Mindenki azonosult azzal, hogy az államhatalma nem önmagáért és vezetőért való, nem azért alkotta meg ezt az irányítási formát a történelem, hogy polgárait kizsákmányolja és megfélemlítse, hanem hogy a jó hírüket, a jólétüket és a boldogulásukat szolgálja. Mindig fogékonynak kell lennünk a múlt, máig ható üzeneteire. Elődeink hőskölteménye alapján figyelnünk kell arra a természeti törvényre is, hogy nyugatról mindig csapadékot, keletről pedig mindig szárazságot hozó légtömegek érkeznek hozzánk. Vigyázzunk! Ha az előzőhöz sodródunk közel, akkor könnyen bőrigázhatunk. Ha a másodikhoz kerülünk veszélyes közelségbe, akkor termésünk szétolvad a naphevében, és éhség köszönhet mi ránk. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt te föld, hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk, minden hozzáfűz, álma bennünk, testet ölt. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi paremtája, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Mert, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletük kell álmak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. 1956. október 23-án a budapesti eseményekkel kezdődött a magyar nép diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás elleni fegyveres felkelése. 1956. október második felében az országszerte meginduló tiltakozások, főleg az egyetemi diákság részéről október 23-án Budapesten válnak forradalmi tömegmozgalommá. A BEMS szobornál tartott szimpátia tüntetés hamarosan rendszerellenes tömegdemonstrációvá vált, ezt kifejezve a tömeg átvonult a parlament elé, ahol a közel 200 ezer főre gyarapodott tiltakozók meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. Közben a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin szobrot, a kommunista diktatúra egyik jelképét.
A Magyar Rádió épületénél estére ostrom állapot alakult ki, és a fegyverhez jutott felkelők hajnalra elfoglalják azt. A forradalmat majd a szovjet csapatok fegyverre folytják vérbe, melyet a hatalomra emelt Kádár rezsim megtorlása követ. Természetesen a forradalom leverését követően tilos volt nemhogy október 23-át megünnepelni, de még forradalomként említeni is. A hivatalos álláspont szerint ellenforradalom zajlott, melyet reakciós és köztörvényes elemek szerveztek. Október 23-a emlékét a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan, itthon legfeljebb titokban lehetett szóba hozni. Az 1980-as évek végén a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezd 56 valódi története nyilvánosságot kapni. 1988-ban követelik Nagy Imre és a kivégzett mártírok rehabilitációját, s rá egy évre, 1989-ben több százezres tömeg előtt temetik újra a kivégzett miniszterelnököt és társait. Október 23-a jelképi válását jelzi, hogy 1989. október 23-án az akkori megbízott államfő Szűrős Mátyás a parlamentnél összegyűlt több százezres tömeg előtt kiáltja ki a harmadik Magyar Demokratikus Köztársaságot. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött ivás után, s félre húzott, van egy balladám. A Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiúk, fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiút. Ők voltak a Korvin köziek, s félre nézett, hogy ki hallja meg. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút. Csak összegyűlni Korvin közbe, s lenni nagy fiú. Isten szeme rajtuk épp megállt. Fegyvert fogtak kezdeni a bált. Ők voltak, tűzben és rongyokban, árván és boldogan, mintelen, fénytelen, Isten szem előtt. Rátámadtak Korvin közre tankok, fegyverek, úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ. Árvák itt nem kezdhetik a bált. Isten szeme, mivel éppen rajtuk megakadt, visszalőttek, s meggyújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek fáklyaként, rongyok, ők is megtudták a tényt. Újabb tankok jöttek, súgta a szomszéd nagyfiú. Lőtt árvára, újabb árva folyt a háború, és a világ sose tudja meg, kik voltak a Korvin köziek. ...1956 története nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelidültek,
Az árkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, még a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. 1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága, szép és dicső. A bal sorssal tépő történelmi idők közepette, meleg sugárzás és fényvés. Az 1956-os forradalom leverése után mintegy 200 ezer ember hagyta el Magyarországot. A tömeges menekülési hullám, amelynek közvetlen oka a szovjet fegyveres beavatkozás és a kommunista diktatúra visszatérése volt, november 4-ével vette kezdetét. A gyermekkori otthont elhagyni az összes édes és keserű emlékével az élet velejárója, de otthagyni egy egész országot, az ismerős macskaköves utcákat, a csontjainkba íródott magyar beszédet, az ezer éves barátokat, a hazai föld illatát és a néha-néha idegülő, mégis oly biztonságos közeget, az tényleg szívszorító tud lenni. Ha az otthonomról álmodom, akkor egy érzésről álmodom. Néha szagokról, emlékekről, időutazásról, láthatatlan dolgokról. Legelevenebb álmaim egyik ez. Talán egy évbe, ha egyszer történik meg velem, hogy a ködös álomkép háttérbe vonul, és az otthon hívó szavának ereje marad csak a képzeletemben. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a népakarat. A suhancok forradalma, mondták. A magyar ifjúság október 23-án felállt és helyreütötte a nemzetbecsületét. 48 ifjúsága után támadta hazának egy 56-os ifjúsága is. 1956 legfontosabb üzenete a szabadság. És a szabadság azt jelenti, hogy magunk döntünk magunkról. 1956 arra tanít minket, meg kell találnunk az önbizalmunkat, le kell küzdenünk a pesszimizmusunkat, meg kell találnunk a bizalmat egymás irányában. Ezért merítsünk most erőt 1956 hősies napjaiból, hogy egy percre se feledjük, mi magyarok a szabadság népe vagyunk. Thank you.
Thank you.